tulajdonképpen beleszülettem egy zenész családba, ahol a nagypapám és apukám is szintén hegedű játszott. Így természetes volt, hogy én is ezt az utat választom. Ő zenész volt, hegedű művész, és ő neki a Liszt-Ferenc zeneművészeti, hát akkor a zeneművészeti főiskolán végzett hegedű tanszakon. És hát ugye ez volt neki a fő foglalkozása. Népszerű volt, szerették, kedves volt, és jó, jó gyerek, tehát szófogadó. Ezt az utat még megcsinálom, de ezután gyerekeket akarok tanítani. Mindezt pár nappal a Costa Concordia indulása előtt mondta Sándor. Az üdülőhajó, amelyen a férfi hegedűművészként dolgozott, 2012. január 13-án a Tirrén-tenger olasz partjai előtt zátonyra futott. A kapitány azonnal elmenekült a menthetetlenül süllyedő hajóról. Sándor és a személyzet nagy része azonban maradt, hogy segítsen a mentésben. A Sanyi, mint ahogy az már a hírekből is kiderült, és a túlélők elmondásából is kiderült, hogy a gyerekeknek segített. Konkrétan 3 gyerekről van szó. És utána ugye a későbbiek folyamán, ahogy az események történtek, sajnos életét vesztette a hajón. Megmondom önnek őszintén, jó érzés hallani és tudni, hiszen kaptunk visszajelzést erről olyanoktól, akik látták, hogy mentő mellényeket szaladt a gyerekeknek, ugye kivágódtak az ajtók, amikor bedőlt a hajó egy nagy víz mennyiség után, és a gyerekek sírtak, zokogtak, ugye nem találták a kisméretű biztonsági öveket, illetve a rohant a Sanyi és felcsatolta nekik. Amikor kiderült, hogy nincs elég gyerekeknek való mentőmellény, Sándor nem törődve a saját életével, elindult, hogy keressen néhányat. Később segített a kicsiknek felhúzni a mellényeket, és nyugtatta a reszkető gyerekeket. Amikor a hajó megdőlt, megpróbált átjutni a még vízben lévő oldalra. Ekkor látták őt élve utoljára. Amikor ott voltunk, akkor kaptuk a hírt, hogy el kell menni egy grosszettói kórházba, mert találtak 5 holttestet. Mindvégig abba egymás kezét fogtuk a Robival. És abba bíztunk, hogy nem ő lesz az, tehát nem lesz azok között. Azt gondolom, ez volt a legtragikusabb, ez a legnehezebb, mikor fölismertem, hogy ő. A tettéért később például a posztumusz díjat is kapott az olaszoktól, és ők is, illetve a magyarok is, tehát minden nemzet hősként ismeri el a Sándort. A szerencsétlenségben 32-en vesztették életüket. Köztük egyetlen magyarként Fehér Sándor. Ma van a nemzetközi roma